A karszagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatójával, Földváriné Simon Ilonával beszélgettünk arról, hogyan sikerült az elmúlt 2 hónapban a digitális oktatást megszervezni, és hogyan biztosították a tehetséggondozást. Az iskola többszörösen elismert, kiváló, akkreditált tehetségpont. 10 éve van helyi komplex tehetséggondozó programja. Az iskolának 10 éve van egy helyi komplex tehetséggondozó programja. Ez a pályázatnak nyilván, hogy feltétele volt. Ez a program egyébként egy projekt. És ennek a projektnek vannak alprojektjei, és minden évben a projekteket lebontva valósítjuk meg a tehetséggondozó programunkat. Szeretném elmondani, hogy az iskolában ennek a munkának a végzéséhez megvannak a tárgyi feltételek, de nagyon fontos, hogy megvannak a személyi feltételek is. Ez azt jelenti, hogy alapból minden pedagógusnak van egy 30 órás akkreditált továbbképzése ebben a témakörben, de legalább 10-12 pedagógusnak 60 órás továbbképzése van, illetve van egy olyan pedagógusunk, aki Debrecenben végzett a Debreceni Egyetemen, mint tehetséggondozó szakember. A projektnek vannak alapprojektjei, ami alapján dolgoznak, és ehhez adottak a tárgyi és személyi feltételek is. Több pedagógus végzett akkreditált továbbképzést. Lehetőségünk nyílt arra, hogy az iskolában egy tehetséggondozó tímet, munkaközösséget hozzunk létre, és a programnak megfelelően szétosztottuk egymás között a feladatokat. Van 2 külső pszichológusunk, 2 külső szakember, aki a tehetségek mérésében, beválogatásában, mint külső szakember segíti a munkánkat. A programnak tulajdonképpen nagyon fontos eleme, hogy első-második osztályban a tanítónénik megfigyelik a gyerekeket, és a 3.-4. évfolyamon a tehetséggondozásnak egy ilyen előkészítő szakasza van. 3.-4. évfolyamon tehát már működnek úgynevezett tehetségcsoportok. De az igazi tehetséggondozó munka a felső tagozatban zajlik, 5.-től 8.-ig, mégpedig több területen. Mi első körben bevállaltuk a matematikai, logikai tehetséggondozást, aztán ehhez raktuk a természetismeretet, illetve a nyelvi tehetséggondozás, amelynek 2 ága van, az egyik a idegen nyelv, a másik pedig a nyelvi, tehát tulajdonképpen a magyar nyelv. Amikor második körben pályáztunk erre a címre, hogy kiválóan akkreditált tehetségpont iskola, akkor a mozgásos területet is bevállaltuk, és ezen belül gondozzuk a néptáncot, gondozzuk a sportot, és hát a mozgással kapcsolatos egyéb területeket. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire komplex a mi munkánk. Az iskolában összesen 18 tehetségcsoport működik, általában délután, különösen a felső tagozatban. Délután visszajönnek a gyerekek, és a korábban említett területeken jönnek a szaktanárok, és a szeptemberben elkészített tematika szerint végzik a tehetségeknek a gondozását. És hát azért láttuk a iskola közösség oldalán, hogy azért vannak szép eredmények, hiszen voltak olyan versenyek, amelyek azért időközben lezárultak és megérkeztek az eredmények, tehát a refi megint ott van a legjobbak között. Igen, most legutoljára egy országos informatikai versenynek kaptuk meg az elismerő oklevelét. Ez nem egy egyéni verseny volt, hanem egy csapatverseny, egy team munkának az eredménye. 3 tanuló vett részt a Kozma László országos informatikai versenyen, és országosan 5. helyezést hozott el az iskola. Én azt gondolom, hogy
hetedikes, nyolcadikos gyerekek esetében azért ez igazán kiemelkedő. Azért már van olyan gyermek biztos, aki számolja a napokat, hogy mikor is ér véget ez a virtuális oktatás, de hogyan látja, sikerült mindent úgy megvalósítani, hogy eltervezték 2 hónappal ezelőtt? Hát az első héten azért voltak úgymond akadályok. Hát a szülők rendelkeztek a megfelelő informatikai eszközökkel, meg tudtuk oldani a rendszergazda segítségével. A második héttől kezdve már sokkal gördülékenyebben ment minden, és én azt gondolom, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők, illetve mind a gyerekek sokkal több ismeretet szereztek a virtuális térben. Mondtam is a kollégáknak, hogy sokkal többet tudtok, mint hogyha elvégeztetek volna ebben a témakörben egy 120 órás tanfolyamot. Az igazgatónő szerint mind a pedagógusok, mind a szülők, illetve a gyerekek sokkal több ismeretet szereztek a virtuális térben, amit szeptembertől az új tanévben is tudnak majd alkalmazni, kamatoztatni.